Az elsők között korlátozták a fogorvosok tevékenységét az országban a járványhelyzet miatt. Nem is csoda, hiszen a rendelőkben fokozott a vírus terjedésének veszélye. A fogak fúrása, tömése, csiszolása, a koronák hidak eltávolítása és az ultrahangos fogkő eltávolítás kifejezetten veszélyes beavatkozások lennének, fejtette ki dr. Szabó László, a Fix Fogsor rendelő igazgatója. Pillanatnyilag csak sürgősségi ellátásra van lehetőség. Mi is várjuk majd a fejleményeket, illetve figyelemmel kísérjük a kormány intézkedéseit. És hát nyilván, amint erre lehetőséget kapunk, akkor nyitunk, és már előre készülünk arra, hogy bizony biztosan meg fognak bennünket rohanni a páciensek, akik most kénytelenek otthon bizonyos kellemetlenségeket elviselni a fogászati kezelés hiányában. Az új helyzet minden fogorvosra nagy terhet ró, de a magánpraxisok különösen nehéz helyzetben vannak. Anyagi tekintetben most ugye az államilag finanszírozott praxisok tulajdonképpen továbbra is kapják a praxishoz a finanszírozást. Nyilván egy csökkentett mennyiséget, mert ők sem végeznek hagyományos kezeléseket, amelyekből a bevételeiknek egy jelentős része származik, de legalább egy olyan finanszírozást kapnak, amivel túl tudják élni ezeket a nehezebb időket. A szerződés nélküli magánpraxisok nehezebb helyzetben vannak, őnekik tényleg szinte a nullához közelít a bevétel, illetve aki végez sürgősségi ellátást, abból van a korábbiakhoz képest egy töredékbevétel. A rendelő tulajdonosok nem engedhetik meg maguknak, hogy megváljanak a dolgozóiktól, hiszen mindenkire szükség lesz a járvány utáni rohamban. Valószínű, hogy így is hosszabb nyitvatartással kell majd működniük a fogászatoknak, hogy el tudjanak látni mindenkit.